kifizetődő most metafizika könyvet kiadni egy ilyen kultúrába, egy ilyen millióbe? Nem tudom, hogy kifizetődő-e, nekem kifizetődő. ...2023. decemberében, okosan időzítve, a karácsonyi dömping kellős közepén Puzsér Róbert, Magyarország első számú, mindenhez is értő kritikusa úgy határozott, hogy 12 éve pofozgatott, teljes arszpoétikáját magába sűrítő főművét a széles plénum elé tárja. 12 éve írom. Ezzel a pofátlanul magasára ellenére pillanatokon belül elkapkodott könyvvel jobban fogy a könyv, mint amennyire tervezve volt. Az égvilágon semmi baj nem lett volna, hiszen Dunát lehet rekeszteni a filléres bölcsességeket durrogtató ezogagyi irodalomból. Egyel több nem oszt, nem szoroz. Csak hogy könyve címének a rendelkezésre álló sok millió kifejezés közül, amolyan puzséri hebehúrgyassággal sikerült kiválasztania azon maroknyi szó egyikét, amihez már csak illedelmességből sem szabadott volna nyúlnia. Ez a legtöbbek fülében érthetetlenül csengő, videónkról önkéntelen elklikkelésre késztető szó, a metafizika. Metafizika. De mielőtt ráhúznám a vizes lepedőt, becsületesen elmondom, mi az, amit értékelek a munkásságában. Ez az ember szeret, tud és szokott gondolkozni. Valljuk be, a mai világban nagyon kevesen szeretik, tudják és gyakorolják a gondolkozást. Főleg annak kreatív, intuitív, filozófiai mélységekig elmerészkedő változatát. Ezért ha ma valaki, még ha nem is tökéletesen, rendelkezik ezzel a képességgel, már csak ritkasága miatt is, a maga szintjén értékelni kell. Időnként egész jó kritikai érzékről tanúskodik, jól belerúg a képmutató celeb világba, és gyakran felhívja a figyelmet a média álságos működésére. Hétről hétre elég aktívan és elég komolyan foglalkozom a nyilvánosságot érintő érdemleges kérdésekkel, olyanokkal, mint a halálbüntetés, olyanokkal, mint az abortusz, eutanázia, fegyverviselés, amelyek higgyétek el, hogy érdekesek, és higgyétek el, hogy érdeklelnék a nézőiteket is. Ezt a kérdést kapom meg az arcomba, hogy miért nyírtam le a hajamat. És az is megnyerő, hogy nem tűnik megfelelés kényszeresnek, a kellemetlen konfrontációkat is felvállalva kiáll a meglátásai mellett. A béka segge alatti színvonalú közéleti beszédtérbe új témákat visz, és azokat sokszor egészen egyedi szempontok szerint vizsgálja. Ráadásul kimondottan szellemi témák is foglalkoztatják. Na de elég az ajnározásból, mert legalább akkorák a problémák. Említett szellemi érdeklődése és Hamvas Béla iránti tisztelete ellenére Puzsér meglehetősen negatív véleménnyel van a hagyomány emberének világáról. Hisz az olyan gyermekded mesékben, miszerint a középkor sötét, az arisztokraták pedig elnyomók voltak. Ebből egyenesen következik, hogy hangsúlyosan evolúcionista, haladáspárti, modern felfogásokat éltet. A kelettel kapcsolatban meglehetősen elutasító. Ezzel szemben kiemelt nyugati értéknek tekinti például a homoszexualitást. Hello, Emma vagyok! Gyakran megesik, hogy ellentmond saját magának, ami következetlenné teszi. Felszólal például a médiavadász által is olyannyira gyűlölt reklámok ellen. A hirdetés nem úgy hat, hogy meggyőz téged, hogy elmagyarázza neked, hogy ez a termék, ez jobb, mint a másik, ezért ezt vedd. Ő nem akar téged meggyőzni semmiről. Ő egyszerűen átad neked egy élményt. Ez például átadta neked ezt az emberség élményt. Emberemnek érzem magad ettől a videótól. Majd kiderül, hogy éppen ezen utálatos reklámoknak köszönhetően keresi szarrá magát a YouTube-on. A Robi az egyik legkeresettebb tartalomgyártó meg véleménygyártó Magyarországon. Kereszténynek vallja magát, de megrögzött antiklerikalizmusa mellett hitében túl nagy szerepet kapnak az önállóskodó meglátások. Politikai nézetei hol picit balra, hol picit jobbra húznak, de komolyabban megvizsgálva összességében egyértelműen baloldaliak. Jóban van a Partizán neomarxista szerkesztőjével. Metafizika, Puzsér Róbert új kötete. Szövetségesként tekint a Jól van ez így nevű Lipsi Vicc
Blitz csatorna stábjára, és évekig kapcsolatban élt ezzel a károggó, humortalan picsával, akinek fősértő mondatai és ütnivaló grimaszai nagyon jól rezonálnak a hazai baloldali konteósok mérhetetlenül alacsony IQ szintjével. Csávód aggódik, hogy 20 év után nem tud belemarkolni a hajadba szex közben, vagy nem tud megráncigálni kutyapózban, meg különben sem akar egy pársonyos hajú kisfiút szopatni, hiszen nem egy pap. Potyondi. Őt ugye csak a drogok és a fasz érdekli saját bevallása szerint. Azt hiszem, nem alaptalanul merül fel az emberben, hogyha valaki ennyi degeneráltal képes közösködni, ideológiai értelemben sem lehet teljesen százas. De térjünk vissza a metafizikára. A szóra, amit a legnagyobbak is csak hatalmas körültekintéssel vesznek a szájukra. Mert ez tényleg olyasmire utal, ami emberi értelemmel szinte megragadhatatlan. A metafizikának léteznek populáris, modern filozófiai és tradicionális megközelítései. Mondanom sem kell, utóbbiak a legfigyelemre méltóbbak. A görög ta metata physica kifejezés azt jelenti, az, ami a természeten túli. Itt a természetet nem lehatárolt, modern, materialista értelemben kell venni, hanem sokkal tágabban, a teljes létesült világra vonatkoztatva. A metafizika túlmutat a földi emberi anyagi testi valóságon. Felülmúlja az akaratot, az imaginációt, az érzést és a gondolatot. Meghaladja a pszichológiát és a paranormális, okkult jelenségek síkját. De még az angyali vagy isteni hierarchiák szféráit is. Egy teljesen kifejezhetetlen, valóság feletti valóság, amely mindennek ellenére elérhető és megvalósítható. Ez a mindenség alapja és forrása. Ez az ember eredendő lényege és célja. Hogy mit tudunk meg e korán sem kimerítő definícióhoz képest Puzsér Róberttől a metafizikáról? Hát, nem sokat. Már a legelején közdé velünk, hogy ennek a könyvnek nem a metafizika a tárgya. Akkor mégis mi a búbánatért kellett ezt a címet adnia neki? És ha nem is a tárgya e könyvnek a metafizika, nem kellene mégis megtisztelni az olvasót azzal, hogy ennek a sokak számára idegenül csengő kifejezésnek legalább egy körülbelüli meghatározását adja? Azt is hozzáteszi, hogy a könyvnek ehelyett a minősége metafizikai. A puzséri ködösséget lefordítva ez azt jelenti, hogy ő nem a metafizikát vizsgálja, hanem metafizikai szempontból tárgyal bizonyos kérdéseket. Ezzel csak az a baj, hogy ennyi erővel az ember bármilyen témájú írásának is adhatná ugyanezt a címet. Elvégre mindent meg lehet közelíteni metafizikai vagy metafizikainak tűnő szempontból. Még a hortobágyi húsos palacsinta elkészítési módját is. De azért az elég bajos lenne, ha ezt a receptkönyvet ugyancsak metafizika címmel adnánk ki. De a tény, hogy Puzsér Róbert így vagy úgy metafizikát művel, önmagában bűzlik. A szerző korábban több olyan műsorban és beszélgetésben részt vett, ahol gyűlölködő haverjával, Farkas Attila Mártonnal, Magyarország legkomolyabb metafizikusait, gittegyletet működtető, nevetséges szektársoknak titulálták. Egy szűk és korlátolt csoport tagjai azt képzelik, hogy ha nagyon akarják, visszaforgathatják a történelem kerekét egy olyan korba, amikor még minden a maga helyén állt. Például azt a László Andrást, akinek ezzel foglalkozó roppant fontos írásának egyetlen oldala is többet ér, mint Puzsér vaskos, szó szerint émeítő festékszagot árasztó alkotása. Könyörgöm, fam, ezek a mániáid. Mert... neked ez a szekta a mániákus ellenséged. Élet-halál harcot vívsz velük, majd bejössz a tévébe és azzal pózolsz, hogy hát én nem raktam volna föl a listára, de mert... te így erőltetted mert... ezt igazán. Jelent... Hogy mondjam, azért kicsit én is a bolhából elefántot csinálom, mert ez egy jelentéktelen szubkultúra. Vagy azt a számos metafizikai hagyományt magas színvonalon bemutató Julius Evolát primitív bunkózták le, aki már 27 évesen olyan komoly filozófiai művet tett le az asztalra, hogy amellett Puzsér lehengelő aforizmái, lepkekergető kislányok súlytalan fecserészésének hallatszanak. Tehát ahova az Evola elvitte, az már végképp... Az egy primitív bunkó volt. Illetve nem mindig, mert dadaista költőként kezdte, ezt kevesen tudják. Aztán lezűlött és tradicionalista bölcsész lett belőle. Eszmeileg azt lehet mondani, hogy ő egy ilyen antikrisztusi figura. Mindennek a világon az alapja szellemi. Itt tévedett például Nietzsche, vagy Evola, vagy Lenin. Hogy a magyar nyelven elérhető metafizikai irodalomról, Génonról, az Axis Polarisról, a szolipszizmus igazságáról, a Last Exit előadásokról és a többiekről ne is beszéljünk. Vagy az a helyzet, hogy Puzsér nem értett egy szó sem ezekből, vagy az, hogy nem is olvasta őket. Akárhogy is, aki ennyire rossz véleménnyel van ezen nagyszerű munkák szerzőiről, attól minimum az várható, hogy sokkal jobban rukkol elő. Nos,
nem sikerült. Már a könyv kialakítása hagy kívánni valót maga után, amit egyébként Hamvas Béla Tabula smaragdinájának egyik hasonló felépítésű fejezete ihletett. Erről is bölcsen hallgat a szerző. Nyomtatott nagybetűkkel írt, 2-3 rövid bekezdésnyi szöveg olvasható a jobb oldalon, baloldalt pedig a taró nagy arkánumának különféle ábrázolásai. Az analfabéták örömére a szerző gondoskodott róla, hogy minden oldalra jusson egy kép. Lehetőleg ne túl sok betű kíséretében. Vagyis úgy van megcsinálva, hogy az olvasni utálók számára is fogyasztható legyen. De a képek elrendezésében sincs igazán koncepció. Csak nagyon felszínesen támasztják alá a szerző mondandóját. Vagyis pont nem alkalmasak arra, mint ahogy Puzsér utal rá, hogy valódi meditációs objektumok legyenek. Arról nem is beszélve, hogy ezek a taró ábrázolások többségükben borzalmasak. Valamelyik simán gicses, valamelyiknek eredeti jelentése teljesen el van torzítva. De akad olyan is, ami leginkább egy elcseszett LSD trip látomásaira hasonlítanak. Ha a nagy kritikus ezzel másnál találkozna, nem győzné forgatni a szemeit. Ráadásul a taró lapjai nem is a szokványos sorrendben jelennek meg nála, és azokat is eltérő értelemmel ruházza fel. Gics! Fekete lapon, csak egy pillanatot mutatok bele egy részletet, fehér betűkkel zajlik a könyv, ha lehet így fogalmazni. Ez a te ötleted volt? Szóljunk most néhány szót a tartalomról. A Puzséri opusz 22 részre oszlik. Mindegyik fejezet egy-egy fogalmat tárgyal. Találkozunk olyan valóban metafizikai kulcsszavakkal, mint a szellem, Isten vagy halál. De olyanokkal is, amik szigorú megközelítésben köszönő viszonyban sincsenek vele. Mint a gravitáció, a drog vagy a rák. De bármilyen téma is kerüljön szóba, a kifejtés csak nagy jó indulattal nevezhető metafizikainak. Vegyük például azt, amikor a szerző a boldogság kérdését vizsgálja. Ez a fejezet különben olyan depresszív, hogy olvasása közben majdnem eret vágtam. Puzsértól megtudjuk, hogy a vágyaknak való kitettség a boldogság legnagyobb akadálya. Azt is, hogy a boldogság a lélek és Isten valamiféle egylényegűsége, meg azt, hogy egyfajta erkölcsi norma betartásával lehet ezt elérni. De pont amikor elérnénk az igazán izgalmas és előremutató kérdésekhez, a fejezet véget is ér. Például, miben áll az az állapot, amit a hinduk léttudat boldogságnak neveznek. Mi különbözteti meg a közönséges ember boldogságát a metafizikai boldogságtól? Milyen módszerek állnak rendelkezésre, hogy a boldogság útjában álló vágyaktól megszabaduljunk? Miért gondolja a sok metafizikussal ellentétben, hogy elég erkölcsösnek és lelkiismeretesnek lennünk ahhoz, hogy elérjük a feltétlent? Vagy ott a félelem fejezete? Döntően freudi alapon végig pszichologizál, és közben egyetlen pillanatra sem merül fel benne, milyen metafizikai távlatok rejlenek a félelem tudatos megélésében, pedig azzal több tradíció is behatóan foglalkozik. A játékkal kapcsolatos oldalakból is csupa sötétség és negatívum árad. Számára a játék színjáték. Nem egy szót arról, hogy a teremtés miképp nevezhető Isten játékának. Ahogy arról sem, a játékkénti rátekintés által miként oldhatja fel a szellemi ember a világhoz való kötődését. A szexualitás metafizikai lehetőségeit hasonlóképp még csak meg sem pendíti. Eléggé kínos ez annak fényében, hogy ehhez képest a lenézett és megvetett Evola egy egész könyvet szentelt a témának. Ez egy primitív bunkó volt. Az egyik legkiábrándítóbb rész, ami Krisztusról szól. Alig beszél róla. Többnyire az antikrisztusról és a propagandáról elmélkedik. Nem kapunk válaszokat az Isten emberség misztériumára, és nem világítja meg nekünk, hogyan kell a krisztusi principiumot a szellemi gyakorlat szempontjából helyesen megragadni. Felsorakozol Arisztotelészhez, Descarteshoz, Kanthoz. Ez így egy jó sorrend. Kant és akkor utána Puzsér. Az egész olyan földhöz ragadt, közhelyes és művi. Kimond többé-kevésbé nyilvánvaló igazságokat, de aztán ezeket nem fejti ki eléggé ahhoz, hogy megfelelő támaszt nyújtson az elmélyült tovább gondoláshoz. Meglátásai legtöbbször nem annyira okosak, mint inkább okoskodóak. Az ész dominál bennük. Nem a túlnanira vonatkozó, letisztult megismerési vágy. Nagyon gyakran érjük tetten kinyilatkoztatásszerű mondatokon, amik valójában önkényes megállapítások. Nincs tradicionális, de sokszor még filozófiai megalapozottságuk sem. Egy helyen például azt mondja, hogy a lelki alászállásnak 5 szintje van. Miért pont 5? Miért nem 3 vagy 10? Aztán egy másik helyen azt állítja. A jellemet a bűntudat, a világot a szégyen formálja. Ezek olyan megfogalmazások, amiket bármilyen más szóval helyettesítve is értelmesnek tűnő mondatot kapunk.
Például a jellemet a harc, a világot a kauzalitás formája. Vagy a jellemet az önismeret, a világot a kultúra formája. És ilyen megkérdőjelezhetetlen bizonyosságnak beállított, lényegében semmit mondó kijelentésekből rengeteget találunk. A testazonosság halál, a személyazonosság elmúlás, a lélekazonosság öröklét. Elképesztő gondolatok. Hogy mik vannak? Sokszor előfordul, hogy bizonyos meglátásaiban mások gondolatait látjuk visszaköszönni, anélkül, hogy bármikor is hivatkozna rájuk. Egyes mondatokat olvasva pedig egészen az a benyomásunk, mintha random bullshit generátorral készül. Volna. Az akarat vektorként akad fenn a valóság paradox szerkezetén. Vagy az újraegyesítő értelmezés a létezés mindenre kiterjedő gyűjtő fogalmával ragadja meg és alkotja újra az abszolútumot. Süket duma. Ez ő nyomtatásba jelent meg. Még nagyobb probléma, hogy Puzsér nem definiálja az általa használt alapfogalmakat, és talán nem is tudja, mennyi kárt okoz ezzel. Szótárában például meglehetősen negatív fogalom a tudat, pedig a számos metafizikai hagyomány legvégsőre utaló kifejezése. Ugyanez a helyzet a szintén negatívunként kezelt énnel, amit egyáltalán nem csak az egoizmus értelmében lehet felfogni. A test lélek szellem hármasságot valamiért felcseréli. Nála a lélek van a legmagasabb szinten, a szellem pedig a hétköznapi, közönséges mentalitással egyenértékű. Pedig a szellem ennél eredendően sokkal több. Egy lelkiséget felülmúló, szintén végsőre mutató fogalom. Nála a valóság és az igazság nem egymást fedő fogalmak. Bizarr módon a valóság a káprázat és az illúzió jelentését hordozza. Aztán Puzsér nem ismeri a pozitív értelemben vett nem lét fogalmát. Neki a lét a legvégső. Nem tud róla, hogy számos metafizika a nem léttel, sőt a lét és a nem lét egységével is számol. Nem világos az sem, hogy pontosan miként kell nála elképzelni az ember és az Isten egységét. Vélhetően azért nem, mert maga sem tudja. És árulja már el valaki, miféle metafizikus az, akinél a fekete lyukakon való álszellemi onanizálás, a pszichopatológia bugyraiban való tévejgés, a materialista evolucionizmus és a spirituális megvalósítás gondolata békésen legelésznek egymás mellett. Egyik kedvenc eszmefuttatásom a könyvben, amikor Puzsér azt ecseteli, hogyan vezetett el a majom begombázása az emberi értelem kiformálódásához. Rendkívül súlyos olvasmány. Egy ilyen videó nem alkalmas arra, hogy végigmenjünk az összes metafizikainak álcázott, izzadságszagú tépelődésen, de az elhangzottak alapján is kiderül, hogy a szerző annak ellenére, hogy régóta írta a könyvét, felkészületlenül állt a témához, és nem végezte el a kötelező házi feladatát. Kilózsulban kifejezhetetlen mennyiségű munka van benne. Hogy egy az írásban rögeszmésen megjelenő hármassággal éljek, tudása foghíjas, fogalomkészlete zavaros, megállapításai döntően individuálisak. Puzsér Róbert töprengései nem veszélyesebbek a hasonló színvonalú instant megvilágosodást kínáló irodalmaknál. De igazán nagy kár lenne, ha innentől fogva ezt az agymenést tekintenénk a tulajdonképpeni metafizikának. Nem sok köze van hozzá ugyanis. Játék lehet minden, önmagam játék. Mi egy olyan élő metafizikával foglalkozunk, amely az embert, de ha pontosítani akarunk, akkor tulajdonképpen magát, az énséget, az önmagamságot visszavezeti saját alapjaihoz. Tehát a mi szemléletünkben a metafizika nem csak tanítás, nem csak filozófia feletti tanítás, amelynek van filozófiai vetülete, hanem a lét megoldásának a tudása. Beszél arról, hogy a létesült világ hogyan bontakozik ki, és beszél arról, hogy én hogyan juthatok el önmagam és a világ mindenség gyökérállapotához.